Adokat Barna, és ebben a videóban lényegében annyira sok-sok újdonság nem lesz, hogyha követed a csatornát, ugyanakkor egy remek összefoglalója lesz annak, hogy mi várható a hamarosan megjelenő WordPress 6.0-nak. Na most attól függ, hogy ez a videó mikor lesz elérhető, terveim szerint egy héttel korábban, viszont május 24-ére van tervezve a WordPress 6.0 megjelenése. Mielőtt belemegyünk a részletekbe, nagyon fontos, ne feledd, hogy mielőtt bármi ilyesmi történne, hogy te majd egy nagy frissítést fogsz csinálni, ezek automatán elméletileg nem szabadna, hogy megtörténjenek, hiszen ez egy nagy frissítés lesz. Ugyanakkor biztonsági mentést mindenképpen javasol csinálni, hiszen rengeteg-rengeteg apróság fog változni benne, úgyhogy egy gyors logó, és kezdjünk is bele, lássuk azokat a részleteket. Mielőtt belekezdenénk, az egy gyors kis apró reklám és információ, az első az információ magában. WordPress 6.0 egy olyan típusú frissítés lesz, ahol rengeteg minden történt a háttérben, így azokat nem okvetlen tudom vizuálisan megmutatni, tudunk róla beszélgetni, de nem lesz olyan feltűnő. Ugyanakkor, hogyha már követted az előző Gutenberges videóimat, akkor több minden ismerős lesz, hiszen javarészben e körül pörög az egész fejlesztés, hogy ez minél használhatóbb és lehetőség szerint minél gyorsabban használható legyen. Na de mi a reklám része? Az pedig az, hogyha esetleg még nem iratkoztál volna fel, akkor ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy oda csapjanak a tetszik gombnak, feliratkozz a csatornára, és le ne maradj további részletekről, és előre tudd, mik is azok a dolgok, amik majd valószínűleg érkezni fognak valamikor. Úgyhogy én át is váltok teljes képernyős nézetben, és nézzük WordPress 6.0, most az én esetemben ez egy RC2-es, tehát Release Candidate 2-es, ami azt jelenti, hogy publikálásra előkészített állapot. Jelenleg egy hét van a megjelenésig, tehát ugye most ezt így pont időben fogom leadni lehetőségekhez mérten. Úgyhogy ez lesz a mi kis üdvözlő oldalunk, mikor WordPress 6.0-ra telepítünk. Mint említettem, de még egyszer megemlítem, biztonsági mentés kötelező, hogyha lehetőséged van rá, hogyha nem, akkor esetleg a tárhelynél, hogy attól függ, hogy kit használsz. Az én általam javasoltaknál általában ugye szokott 24 órás biztonsági mentés lenni, ugye például itt a Cyberről beszélek, és egy kis undorító reklám a Cyberhez, a kuponkód egyébként a videó alatti leírásban. Tehát minimum valamiféle fajta biztonsági mentéset, hogyha lehet, akkor legyen. Vissza magára a WordPress-re. Tehát mi az, amit először ugye észre fogunk venni? Egyrészt az, hogy kapunk egy hatalmas információcsomagot arról, hogy igazán a számokban hatalmas, mondván 500 különböző finomítást végeztek el, és több mint 400 különböző bugot zúztak cafatokra. És innentől fogva ugye már egy kicsikét a vizuálisabb dolgokra, hogyha áthaladunk, akkor ezekből tudunk csemegézni és megnézni, hogy mik a különböző újítások. Nos, az egyik, ami ez a hit and miss kategória, ez az, hogy különböző blokkok között képesek vagyunk szerkesztéseket csinálni. Na most vannak olyan helyzetek, amikor ezek kimondottan hasznosak, van, amikor totálisan felesleges, de erre nézzünk egy példát. Na most, hogyha átvegyünk az én kis demo oldalamra, amit itt létrehoztam kimondottan erre, akkor ha mondjuk a teljes szöveget szeretném kijelölni, egyrészt ugye ez a szokásos bal egérgombos mindent kijelölök részét használjuk, akkor látod, hogy a jobb oldalon az oldalsó menüben megjelent, hogy itt három blokkról van szó, 82 szóról van egy szöveg és egy háttér szín opciónk, úgyhogy itt a szöveget mondjuk átalakítjuk pirosra, és amint kilépünk a jelölésről, látod, hogy maga a szöveg nagy java az valóban átváltott pirosra. Hogy maga a heading, tehát ugye a címsorok miért nem váltottak még ebben a körben, ez még nem teljesen biztos, lehetséges, hogy azért, mert ez még újdonság, és fokozatosan, mint ahogy eddig mindig is csinálták ugye Gutenberg esetében, a különböző blokkokhoz fokozatosan adják hozzá lehetőséget, de lehet, hogy csak ezt a blokk típust éppen ebben a pillanatban nem kedveltem. A lényeg, hogy a szöveges tartalmakra van ez elsősorban célozva, mint láthattad, és ennek megfelelően kellene, hogy működjön. Na most, ha az hétköznapi szövegeket használunk, akkor abban az esetben tökéletes. A másik, ezt nem okvetlen fogom tudni most így hirtelen megmutatni, bár egy próbát fogok
fogunk tenni csak azért is, és szokásomhoz híven igyekszek ugye live megmutatni a dolgokat, hogy menjünk át a 2022 sablonra, és tüntetem magamat innét, akkor láthatod, hogy ugye az új sablon megvan, honlap megtekintése, az most nem fog kelleni, viszont a megjelenésben ugye az FSE, vagy bocsánat, FSI, tehát az FSE, vagy Full Site Editor lehetőség megjelent, tehát mehetünk a teljes szerkesztőbe. És ez a funkció ez azért lesz izgalmas, ugye rövid és hosszú távon egyaránt, mert hogyha, menjünk is gyorsan az információhoz, tehát a lényege az, hogyha blokk alapú sablont használunk, és ezt majd meglátjuk, hogy a jövőben hogy fogják a sablon fejlesztők ezt a lehetőséget kihasználni, akkor képesek lesznek különböző stilisztikát már alapból beiktatni. Na most menjünk föl, nézzük, hogy milyen stílusok vannak. Na most esetemben ugye, vissza egy pillanatra, tehát esetemben most ugye vagyok az alap stilisztikánál. Ez itt most ugye nem kell elképzelni ide semmi extrémet, itt most csak egy egyszerű demo oldalról beszélünk, tehát azért nem látszik semmi használható. Viszont jobb oldalon a szélénél van ez a Browse Styles gomb, tehát ugye a stílusok megtekintése, és ott, hogyha megnézzük, akkor vannak különböző lehetőségek, amik egy kattintással teljes stílus variánst fognak cserélni, ugye itt benne a háttérszín, a tipográfia színe, és itt a, tehát minden, amit alapból az amúgy globális stilisztikának nevezhető részén tudunk keresni. Ha esetleg nem ismered ezt a részét, semmi probléma, a WordPress alapozómat mindenképpen javaslom elvégezni. A WordPress alapozóban már ugye benne van az előző 5.9-es, tehát direkt azért, hogy az a Full Site Editorba is végigmegyünk, és a Full Site Editornak az lenne a lényege, hogyha te neked még ez újdonság lenne, hogy kizárólag akkor működik ez a funkció, hogyha egy blokk alapú vagy Full Site Editor engedélyezett sablont használsz, tehát hogyha a klasszikus sablonok bármelyiket használod, akkor ugye nem fogod látni ezt. Ugyanakkor, hogyha ezt használod, akkor igazándiból az Elementornak a Theme Builder-e, vagy ugyanígy Divinél is ugye a Theme Builder, és itt az összes többi hasonló lehetőségnél, tehát ugye ott van még ugye a Beaver Builder-nek is van egy külön sablonja, amivel ezt lehet csinálni, és az egyéb hozzá hasonló lehetőségnek, tehát itt globális beállításokról beszélünk. Meg tudjuk adni a különböző elrendezéseket az oldalakon, stilisztikát, globális betűkészlet, színek, elrendezések, ez lenne ennek a feladata, úgyhogy most, hogy már kaptál egy kis kontextus, hogy miről is van szó, tehát hogyha egy olyan sablonba vagy és elindítod a Full Site Editort, akkor jobb felső sarokban ez a kis stílus ikon, ugye a stíluslapok név alatt megtalálod a globális stilisztikát, ugye a betűkészletek, a különböző színek, a színpalettánk, és most már ugye lesz majd a különböző stílus variánsok kiválasztása, tehát ez egy remek lehetőség lesz elérve, persze az elrendezések is ott vannak, illetve különböző blokkoknak egyedi stílus be tudsz állítani alapoknak. Ez csak a biztonság kedvéért szerettem volna megemlíteni, mert karácsonyra valószínűleg reménykedjünk benne, lehet, hogy már egy használható variánsa is lesz ennek az egésznek, addig is azért természetesen, ha még nem lehet feliratkozva, akkor iratkozz fel mindenképpen, mert Gutenberg videókat időközben ugye le fogok adni, és ahogy a Gutenberg fejlődik, ugye mindig egy nagy kupac fejlesztést beleraknak Gutenbergbe, és azt adják le, vagy pontosabban azt rakják be nekünk magába a következő WordPress verzióba. Na most, hol vagyok? Ja, itt vagyok. Egy kicsit módosítottam a szobán, úgyhogy most egy picit arrébb voltam. Ja. Visszatérve a lényegre, tehát az új stílus variánsok az erre szolgálna, mégis sikerült megmutatnom, király. Menjünk tovább. Ami még érdekesség, ez megint csak a Full Site Editorra vonatkozik, és ez is benne volt az előző Gutenberges videómban, az az, hogy ugye különböző templéteket, vagy elrendezéseket leszünk képesek létrehozni, sőt már képesek vagyunk létrehozni, de nem minden opció volt eddig lehetséges, amiket megszokhattunk mondjuk egy Elementor Pro vagy egy Divi esetében, és most kaptunk újabb lehetőséget. Tehát ez megint csak ugyanitt ugye a Full Site Editorban, és azon belül is mondjuk a minta sablonoknál tudunk létrehozni, ugye eltüntetem magamat, jobb felső sarokban az új hozzáadása lehetőségnél vannak még extra opciók arra az esetre, ha esetleg szükség lenne rá. Na menjünk tovább, mi az, ami még esetleg így vizuálisan izgalmas, és fogok még egyébként live bemutatni dolgokat, és azok között itt van több is, úgyhogy mindenképpen maradj velem a videó végéig, mert valószínűleg ez lesz az a WordPress verzió, amit észre fogsz venni, hogy lapok építésénél, bocsánat, oldalak építésénél
és valószínűleg elkezded majd használni Gutenberget, ha eddig távol tartottad magad tőle, mert itt már kimerem jelenteni azt, hogy még nem kezdő barát okvetlenül, de kezd arra a pontra kerülni, ahol van esélye, hogy esetleg megszokod, akkor relatív gyorsan tudsz vele egyszerűbb oldalakat, de blogbejegyzésekben mindenféle kreatív formát képes leszel már csinálni. De menjünk is tovább. A következő kiemelt funkció, itt most ugye próbálnak azzal menni, hogy mit az, amit ők kiemelnek, hogy szerintük fontos, és ha nem találok itt valamit, ami szerintem hatalmas dolog, akkor azt majd a végén megemlítem. Tehát itt van következőnek, hogy a featured image can be used in the cover block. Na most itt ugye pont az említett blogbejegyzésnél, ha esetleg csinálunk egy új blogbejegyzést, sablonminták nem érdekelnek minket, és akkor demo 6.0. Ha itt mondjuk szeretnék egy ugye per cover, tehát itt a borítókép, ugye itt tudsz nagyon gyorsan blokkokat válogatni, egy borítóképet, hogyha megadok neki, akkor alapvetően ugye lehetőségünk van a feltöltésre, vagy a médiatárból válaszunk valamit, nekünk most egyik sem kell, hanem itt van egy kis ikon a média hozzáadása gomb mellett, hogyha látod pont középen, ez a Use Featured Image, tehát hogy kiemelt képet használja. Na most, mivel ennek a bejegyzésnek még jelenleg nincsen kiemelt képe, így nagyon sok mindent nem értünk el vele, ugyanakkor csinálunk egy olyat, hogy kiemelt képnek választunk egyet, egy másodperc türelmetet kérem, választunk egy kiemelt képet, és láss csodát, automatikusan megjelent a cover block esetében is, hogy pontosan mit is szeretnénk, illetve szeretné, hogyha valami címsort megadnánk számára, illetve a szöveghátter, ugye betűméret, ezeket még meg tudjuk adni mellette. Tehát mostantól képesek vagyunk mindenféle extra kiegészítő nélkül a borítókép, vagy ugye hero headert létrehozni akár oldalon, akár blogbejegyzésben. A lényeg az, hogy az oldal kiemelt képét tudjuk háttérnek használni, és ez valójában egy kimondottan kellemes újítás, mert ez egy dinamikus tartalomnak számít, és sokak számára hiányolt, közben számomra is hiányolt funkció volt. És a következő, ez megint csak egy full site editoros dolog lesz, ez pedig az, hogyha esetleg egy templétet vagy egy rendezést szerkesztünk, akkor kaptunk gyors előnézeteket. Tehát, hogyha átbillenünk egy full site editorra, és mondjuk két blokk között vagyunk, a nulláról megcsinálni, tehát hogyha bemegyek a kettő közé, nyomok egy pert, és mondjuk beírom, hogy kép legyen, akkor nem csak ugye a blokkokat kapjuk meg, hanem mondjuk különböző kép típusú patterneket, vagy elrendezéses sablonokat kapunk szintén ide. Most csak a poén kedvéért minták, tehát mintákat kapunk. Bocsánat, csak mindig angolból próbálok rögtön fordítani, ami számomra logikus, és tehát itt van akkor a két kép alapú minta előnézettel, hogy mi az, amit esetleg ide be tudunk illeszteni. Na most a következő, ami benne volt már igazándiból egy korábbi videóban, sőt, bocsánat, az egy másik videó volt, majdnem összekevertem a dolgokat. Query Block, az ugye Generate Blocks ingyenes kiegészítésében volt, csak nagyon-nagyon közel volt a két videó, most egy picit megkavarodtam egy másodpercre. A lényeg, hogy a query block is kapott filterezési lehetőséget, tehát még hogyha nem is kapunk rengeteg stilizálást és egyéb opciót, akkor is maga a kategóriás tag filterezéseket, vagy különböző taxonómiákat képesek vagyunk filterezni, és ez alapján megjeleníteni a különböző tartalmakat. Jelenleg ez valószínűleg nem fogod használni, teljesen fölöslegesen nem szeretném húzni vele az idődet, úgyhogy azért nem mutatom meg. Ezt majd találkozunk karácsonykor, hogyha már azon a ponton van, hogy bárkinek merészelem javasolni becsülettel. Szóval, a következő, Integrated Patterns, tehát ugye a beépített minták. Na most, itt most ugye egy kicsit más lesz a helyzet. Annyiból, hogy ez a lényeg technikailag ugyanaz. A lényeg az, hogy magákat, ezeket a mintákat szeretnék a lehető legtöbb helyen elérhetővé tenni, és nem csak, hogy neked ez elérhető, pont ugye az előbb is ugye próbáltam bemutatni, tehát a gyors hozzáadási lehetőségnél, hanem maga, hogyha sablonfejlesztő vagy, akkor is lehetőséget kapsz arra, hogyha a minta könyvtárba neked van egy regisztrált mintád, akkor ugye a theme.json fájlon keresztül ezt képes vagy prioritásként mutatni a lehetőséget, tehát hogyha neked van egy sablon, amit úgy hívnak, hogy
sablon 12, akkor hogyha ennek megfelelően mondjuk van egy könyvtárnyi mintád előkészítve, és ugye természetesen elfogadva, akkor ezeket tudod azt csinálni, hogy amikor valaki dolgozik a te sablonoddal, akkor mondjuk sablon 12, header 1, header 2, header 3, tehát hogy ilyeneket prioritásként ezeket mutassa az adott WordPress oldala, hogy a te sablonod vagy theme-ed van használatban. Ennyiből egyébként ez kimondottan hasznos mindkét oldalnak, maga a sablonfejlesztőnek annyiból, hogy tudja garantálni azt, hogy az ő fejlesztései legyenek az elsők, másrészt pedig magának ugye a felhasználók, mint neked és nekem, mert annál több variációt fogunk kapni, amiből lehet teljesen ingyenesen és kényelmesen válogatni ugye a minták könyvtárból. Ha esetleg nem tudod, miről van szó, akkor mindenképpen itt a csatornán is érdemes visszanézni, de hogyha wordpress.org-ra fölmész, akkor van most már egy új opció, mint hogy minták, és ott lehet válogatni. De mondom, a csatornán volt róla szó, úgyhogy nyugodtan keresse a videók között, vagy hogyha nagyon kell, akkor hagyj egy kommentet itt a videó alatt, és be fogom linkelni mindenképpen. És igen, eljött az, amit féltem, hogyha nem mutatnak meg, akkor mindenképpen ezt javasolt lesz megmutatni. Maga a listanézet végre egy jól megérdemelt fejlesztést kapott, amitől megmondom őszintén, hihetetlen hosszú oldalakat csináltam Gutenberggel, és egy pokol volt, szó szerint egy pokol volt az eddigi állapotában, viszont most egy hihetetlen megkönnyebbülés ez a fejlesztés, ugyanis a listanézet kapott több olyan fontos fejlesztést, de nézzük is, hogy pontosan miket. Na most itt nem okvetlen fogunk sok mindent látni, úgyhogy ezeket az oldalakat bezárom. Másodperc türelmetet kérem. Menjünk az oldalakhoz, és az oldalaknál kell nekünk egy demo WordPress 6.0. Amint ide belépünk, akkor kellene, hogy legyen nekünk egy listanézetünk oldalt, és mint látod, ugye az eddigiekkel ellentétben nem kinyitve van az összes tartalom, na most ezért mondtam, hogy hosszú oldalakat csináltam, és ott egy pokol volt, hogy minden állandóan nyitva volt, és görgettél, amikor egy valamit kerestél, innentől fogva minden al tartalom egy ilyen zárt vagy collapsed formátumban fog megjelenni, és könnyen navigálható ezen belül. Tehát, hogyha itt most rákattintok, akkor látod, hogy azon belül vannak ugye az oszlopok és azon belüli tartalmak, és így tovább. Most a másik érdekesség, ugye egyrészt, hogyha az egerünket fölé húzzuk valaminek, akkor megkapjuk a szokásos, illetve most már szokásos, ez régen azért nem jövetlen volt így, egy highlightot, tehát hogyha megnézed, akkor az első single feliratra, akkor látod, egy körvonalazást kaptunk, illetve, hogyha bárhova kattintok, mondjuk itt a family-re, akkor, na ez nagyon jó, a bal listanézetben kapott maga az a blokk a listanézeten belül egy teljes kiemelést, hogy pontosan tudjuk, hol a halálban dolgozunk, és pontosan mi az, amit keresünk, mert hosszú oldalaknál ez volt a pokol 2.0, és egy iszonyat volt megtalálni, mikor címsor 1, címsor 2, címsor 3, és mész végig, és nem találtad, hogy hol a fenében van az, amit te valójában keresel. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos frissítés volt. Tehát egyrészt az, akkor ugye egy gyors összegzésnek, ugye alapból összecsukott állapotban vannak, vagy collapsed, kiemelések vannak megfelelően, illetve egy gyors próbát szeretnék tenni, úgy tudom, hogy ha kettőt kiválasztok, próbáljuk valahogy, mint említettem, még nem százas a dolog, kettőt kiemelünk, tehát a két, tehát egy címsort és egy bekezdést, mint látod, most akkor kettő lett kiemelve, és ha bal egér gombbal lenyomom, drag and drop-ba gyönyörű szépen át tudom mozgatni egyszerre a kettőt. Most ugye sok minden nem látszik, mert csak egy elválasztó alá helyeztem őket be, de igazatok van, húzzuk valami sokkal izgalmasabb helyre, az első oszlopba. Na, tűnés vissza. Nagyon jó helyen volt ott a demo kedvéért. Tehát képesek vagyunk sokkal több mindent elvégezni, tehát a drag and drop megvan, most már a kiemelés megvan, a zárt üzemmód megvan alapból, a kiemelések megvannak, hogyha keresed magát, ugye a linkelési lehetőséget, eddig általában ugye be kellett menned a haladó fül alá és a horgony menünek a nevét megadni, és gondolkozhattál, hogy mi a fene volt maga a menünek a neve, ugye ez is most már egy ideje megtalálható, de hogyha nem, ha nem tudtál róla, akkor ez is itt van, tehát hogyha adsz neki valami horgony menü nevet, akkor a listanézetben ez egy fontos info, hogyha nem tudtad, akkor megtalálható az is, és nem kell végigmened a különböző opciók között, hogy megtaláld, mi volt a horgony menünek a neve, hanem ez is sokkal egyszerűbb. Nos, menjünk is vissza, nézzük, hogy milyen egyéb
opciók vannak. Igen, ez viszont már tudja, hogy volt egy Gutenberges videóban. Ez pedig a blokkok lezárásának a lehetősége. Nagyon egyszerű, bár még nem ott tart, ahol szeretnénk. Ugyanakkor képzeld el azt, és ezt ugye bár is megmutattam egyébként, egy pillanat türelmedet kérem. Képzeld el azt, hogy valakinek építesz egy weblapot, és nem szeretnéd, hogy szétbarmolja az egészet. Nagyon egyszerűen meg lehet ezt oldani. És szeretnéd lezárni bizonyos blokkokat, hogy ehhez légy szíves, ne nyúljál hozzá. Na most innentől fogva lezárni konkrétan le tudod, nem olyan szinten, ahogyan szeretnéd, és nem olyan egyszerűen, ahogyan szeretnénk. De van egy sandagyonom, hogy maga a lehetőség most, hogy ott van, így ez valószínűleg jóval előrébb fog majd haladni, és valamilyen szinten egy picikét még előre is jelzi, hogy a user management vagy a felhasználó managementi funkciókat egy bizonyos ponton fejleszteniük kell, főleg, hogy azt hiszem a harmadik fázisban tervezik amúgy is a kollaborációs dolgokat, tehát a user management vagy felhasználó managementi dolgokat mindenképpen fejleszteni fogják valamikor a jövőben, de menjünk is vissza, ne az én buksimat nézzük, de is tüntetem magam, tehát hogyha ott vagyok mondjuk egy címsor blokkon, akkor a három pöttyös menüt, hogyha választom, látod, hogy itt van a lock vagy lezárási lehetőség, és hogyan lákattintasz, látni fogod, hogy miket szeretnél lezárni. Most még jelenleg ugye angolul, tehát ezzel nem foglalkozunk majd, ugye a remek fordító csapat úgyis tenni fogja a dolgát, és kisegítenek mindenkit egy magyarosítással. És ugye most egyelőre csak a két opciót láthatjuk, ez pedig a disable movement, hogy maga az átmozgatásnak a kikapcsolása, illetve a prevent removal, ez pedig maga a törlésnek a lezárása, és hogyha mind a kettőt kiválasztjuk egy egyszerű együttes opcióval, az alkalmazásnál kész, le tudjuk zárni ennek a blokknak a bármi nemű eltüntetését vagy átmozgatását. Na most ettől függetlenül még szerkeszthető marad, tehát ugye a jobb oldalon ott vannak a szín és egyéb opciók, majd ugye ez szintén idővel még több lesz, bár már most is egyébként kimondottan kellemes az eddigi régebbi opciókhoz képest. Viszont igazániból nagyon egyszerű feloldani az egészet és elbarmolni. Viszont hogyha a kliensed nem okvetlen ért hozzá, akkor nagyon jó, mert ilyen módon legalább félig meddig segítettük a saját magunk életét és jövőjét annak érdekében, hogy ne legyen szétbarmolva okvetlenül minden egyes nap az a weblap. Na most természetesen vannak hihetetlenül jó és hihetetlenül rossz kliensek, ez most nem azt jelenti, hogy mindenki ugye sportot üzne abból, hogy legyen ilyen, de aki dolgozott már kliensekkel, pontosan tudja, hogy miről szólok, vagy miről beszélek, és most valószínűleg kuncog a monitor előtt. Szóval, menjünk is szépen tovább, mi az, amit még esetleg kaptunk, ugye új színpaletta, vagy színpanel design, amivel egy kicsit helyre pofozták úgymond a kinézetét, már is áttérünk ide, és mondjuk a szöveg színét, hogyha változtatjuk, akkor itt ugye egy okkal használhatóbbak a dolgok, de még mindig hiányolunk dolgokat. Na most, hogyha a színre rákattintunk, akkor jelenik meg ugye a nagyobb választás, illetve a transzparenci lehetősége, tehát az áttetszőségi lehetősége, illetve egyéb dolgok. Na most ennyiből valóban egy fokkal egyszerűbb. Ugye tudni kell, és kimondottan fontos az, hogy a Gutenberg ahogyan fejlődik előre, igen, rengeteg kritika éri, és én is kritizálom, mint a part. De azokból a feedbackekből, vagy azokból a visszajelzésekből, amiket te meg én hozunk a napvilágra, ezekből általában a WordPress csapata tud táplálkozni, úgymond, és valamilyen szinten van rálátásunk, vagy ráhatásunk, hogy hogyan fejlesztik, hiszen a nap végén nem okvetlen akarnak valami hulladékot létrehozni, amit senki nem fog tudni használni. Viszont nagyon fontos megérteni azt, hogy a Gutenberg projekt meg az egész, az igazániból nem egy cég van mögötte, mint mondjuk az Elementor meg a Divi, ahol azt mondja a tulajdonos, hogy jó, holnaptól így fog kinézni a dolog, és másnap elkezdenek dolgozni rajta. Itt azért egy egész kupac ember dolgozik rajta, és általában önkéntesen, szóval itt azért óvatosan kell a kritikákat dobálni. Ahhoz képest szerintem már 6 millió lehetőséget kaptunk, független attól, hogy jelenleg hogy néz ki a dolog. Szóval, visszatérve, nézzük csak, mik vannak még ugye a Transparency Levels, ezt már ugye említettem az előbb, meg is mutattam, hogy hol találod, tehát hogyha megint csak rákattintunk egy színre, és magára a szint, hogyha kiválasztottuk, és arra rákattintunk, akkor ott van ugye az áttetszőségi kontroll, ez már is használható. Ezen kívül még kaptunk border kontrollokat, tehát ugye itt a határoló határvonalak igazándiból.
Ami viszont izgalmasabb, az az, hogyha mondjuk egy csoportot használunk, vagy egy group blokkot használunk, akkor itt több minden beállítást együttesen vagyunk képesek használni. Tehát ugye itt a helykitöltők, a margók, vagy ugye külső-belső margó, most attól függően, hogy mivel dolgozunk, tipográfia, és így tovább. Ami még érdekes viszont itt, igen, erről már volt szó, de ez nagyon jó, hogy a galéria blokknak most már van konkrétan helykitöltő, vagy térköz funkcionalitása, és nem okvetlen ugyanúgy kell kinézni a galériának, hogy minden össze van hányva, és akkor annyi volt, hanem megfelelő kis white space, vagy térközt tudunk létrehozni ezek között. Nézzük csak egy pillanatra, vissza is jövök ide. Nagyjából, ami vizuálisan jól bemutatható, az ez, amit tudni kell a WordPress 6.0-as frissítésről. Tehát összegzésképpen igazániból ez egy nagyon jó frissítés lesz. De hogyha már követed a tartalmat, akkor túlzottan sok újdonságot nem láttál benne, mert ugye a Gutenberges videókban ezt megmutattam. Ha esetleg azt mondod, hogy Gutenbergnél szeretnél adni egy esélyt, akkor valószínűleg ez után jön majd az az idő, amikor azt mondom, hogy na, most akkor elkezdhető, de ez még mindig nem az az idő, ahol a jól megszokott kontroll lehetőségek elérhetőek, és mondjuk egy Generate Blocks típusú ingyenes verziója is akár, még elegendő egyébként, annak a segítségét fogod kérni, és már weblapokat képes leszel szépen felépíteni a megfelelő tanuló learning curve mellett. Ez sajnálatos módon még garantáltan ott van, tehát kezdőknek próbálkozás szinten javasolt, haladóknak némi káromkodás mellett lehet használni, de még mindig nem tartunk ott. Nem is szeretném tovább húzni a szót, szerintem ennyi, viszont egy kérésem lenne, az pedig az, hogy ez a videó alatt, feltételezve, hogy ideig eljutottál a videóban, ez a videó alatt írd meg a véleményed. Konkrétan kíváncsi vagyok, hogy szerinted merre tart a Gutenberg és a WordPress jelenleg. Ezt már csak azért is kérdezem, mert legutoljára, amikor volt egy kérdés, hogy szeretnétek egy ilyen kristálygömbös videót, mi van a fejembe, és ezzel kapcsolatban írjam. Én nagyon szívesen ezeket mind-mind bele fogom tenni egy videóba, elkezdtem összeszedni a gondolataimat. Igen, fejből beszélek, nincsen semmi olvasás az orrom előtt, tehát kicsit próbálom organizálni a gondolataimat, hogy biztosan az a kristálygömb a megfelelő képet mutassa. És mielőtt ez megtörténne, kíváncsi vagyok, hogy mi a ti véleményetek, merre tart vajon a dolog, és majd amikor azt a videót csinálom, akkor ezeknek a véleményeknek megpróbálok szót ejteni, hogy vajon mennyire találtátok el, mennyire nem. Szerintem, hogyha aki követi a videómat, az már nagyjából látja, hogy merre tartunk, azért elég sok mindent mondtam róla, tudom, elszórtam, de próbáltam nem sokat mondani, mert azért attól még a nap végén egy kristálygömbről beszélünk. Viszont légy szíves, adj egy kommentet, iratkozz fel, hogyha még nem tetted volna, dobj egy tetsziket a videónak, hogyha úgy gondolod, hogy megérdemlem, és a videó alatti leírásban megtalálod a linket, hogyha esetleg meghívnál egy kávéra, addig is pedig még találkozunk a következő videóban, további szép napot, és szia!